Jó, akkor majd én tapsolok egy Katilla előtt, jó? Az nem már te forogsz? Igen. Mehet? Igen. Féder módszerrel próbáljuk vallatni a vizet, és a két alaptípusát hoztam el a féder szerelékeknek. Tubertini Next Generation botokkal horgászunk, 390-essel, illetve 420-assal, illetve az egyik boton a metód szerelékhez, a fűzött csalihoz egy nagyobb 80-as méretű orsót, 25-ös zsinórral használok, a hosszú elők és klasszikus versenyszerelékhez pedig egy kicsi 50-es vertigo orsót tettem föl, 18-as zsinórral feltöltve. Az etetést azt majd a hosszú előkés szerelékkel fogom kezdeni, ezzel szépen megalapozzuk a helyet. Természetesen mind a két szerelék ugyanarra a távolságra van kiakasztva, így ugyanazt a horgászat helyet, ugyanazt az etetést mind a két bottal meg tudom pontosan horgászni. Ez azért fontos, ugyanis lényeges, hogy minél kisebb területre koncentráljuk az etetést. Ez körülbelül itt egy ilyen 40 méteres távon lesz, olyan 6-os körüli vízmélység az, amit érzékelni tudtam a vízmérésekor. Természetesen a finomabb szerelékre valószínűleg hamarabb lesz kapásunk, ezen kukoricát, élőcsalit, csontit, girisztát tudunk használni csaliként, és az előbbiekben már beszélt furt lebegő peleteket pedig egy metód szereléknek a csalizó szálára fűzve fogom felkínálni a halaknak. Remélem, hogy alakul ki olyan halbőség az etetésen, hogy a nagyját majd ezzel fogjuk tudni leszedni.